A videóhoz felhasznált kártyákat az ITC Shop biztosította. www.itcshop.hu, link a leírásban. Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Futballkárcún, és a mai videóban ezekkel a Panini FIFA 365 Adrien XL-es kártyacsomagokkal fogunk játszani, méghozzá a legújabb 2019-es széria. Belinkelem itt jobb felsőben a lejátszási listát. Rengeteg ilyen Panini Adrien XL-es videót találtok ott, akit érdekel esetleg egy megastarter vagy ilyesmi. Na, most pedig a mérkőzést fogjuk látszani, méghozzá egy Manchester City Juventus, ahogy a borítóképen is láthattátok. Úgyhogy hozzuk is be az eredményjelzőt, ne szórakozzunk. És akkor a szabály teljesen egyszerű igazából. Bármelyik csomagban van valami Manchester City vagy Juventushoz köthető, logó, játékos, bármi, akkor az a csapat szerzeték volt, ennyire egyszerű semmi túlcsicsázás. Csomagokat te az ITC Shopban meg tudjátok venni, ők biztosították ez a mérkőzéshez. Úgyhogy szerintem kezdjük is, első fél idő, második fél idő, összesen 4 csomagot fogunk kibontani. Tehát akkor első fél idő, első csomagja. Azt mondja, hogy mi van itt nekünk. Ott a Juventus gól, ott a Manchester City gól, micsoda mérkőzés kezdés. Ederson egy kapus góllal nyitunk, majd utána egy Juventusos Kedira lett a másik gól szerzője. Azaz 1-1 az első két labból. Van nekünk itt egy ilyen belga Chadli, majd utána egy Meret Napoliból, illetve egy Zé-Louis, és egy Manchester City-s Raheem Sterling. Ott a következő gól, szépen nyitunk, első csomagból 2 különleges kártya, amelyeként tökre örülök, viszont a mérkőzés is azért így szépen halad előre, már 2-1-re vezet a Manchester City, nézzük a következő csomagot. Azt mondja, ez egy Dortmundos Schürrle, majd utána egy Edison Cavani, egy Handanovic, egy Thomas, Atletico Madrid, egy Napolis, Marek Hamsik, illetve egy Piotr Zielinski, ebbe is 2 különleges volt, úgyhogy tök jók ezek a kis csomagok. Így szét is rakjuk. Tehát akkor igazából 2-1-re vezet a Manchester City a Juventus ellen, úgyhogy indult a második fél idő szerintem. Megnézzük, még vissza tudnak jönni az olaszok. Azt mondja, hogy egy PSG, Angel Di Maria, majd utána egy atlétikus Koke, ott a Juventus következő találata, egy Paulo Dybala góllal, a csatár megmutatta, mit tud, ráadásul ez egy game changer lap, úgyhogy teljesen jók vagyunk. Egy Nainggolan, egy Boateng, illetve egy Inter játékos, avagy 2-2. Nézzük az utolsó csomagot, tekintve, hogy az első csomagban ennyi gól jött, szerintem még simán akár fordíthat is a Manchester City, vagy akár a Juventus. Na nézzük, PSV, játékos, utána egy Schalke, fordítunk, egy Loris, aztán PSG, Thiago Silva, és el is dőlt a mérkőzés, van egy hátunk a Schalkéből, illetve egy Brahimi, az FC Porto csapatából, a 2 különleges most is megvolt, azaz mindegyik csomag adott nekünk 2 különleges lapot, ennek nagyon örülök. Viszont a mérkőzés akkor 2-2-es döntetlennel ért vége, szerintem jó kis meccs volt, gólzáporos mondhatni, úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek. Ha tetszett, akkor tényleg tudtok vásárolni ITC Shopban, nézzetek, szét van csomó minden, illetve ott van leírásban csomó jó kis link, Facebook, Instagram, minden. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!